Felsőzsolca város bolgár nemzetiségi önkormányzata nevében tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, emlékezőt, Néhai Nádi Gyula, a város díszpolgára, egykori alpolgármestere, a Pokoltsárda tulajdonosának tiszteletére állított emléktáblavatáson. Tisztelettel köszöntöm Felsőzsolcán, Borga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót. Köszönjük képviselő úr, hogy elfogadta a meghívást. Felkérem Szarka Tamás polgármester urat, tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt emlékezők, 2019-ben, két évvel ezelőtt egy óriási tragédia történt. Egy óriási tragédia történt a Nádi családban, egy óriási tragédia történt a városban, a vendéglátásban. Amikor személy szerint hallottam, meghallottam a szomorú hírt, hogy mi történt, fel sem fogtam. Csak kérdezgettem magamtól, hogy biztos, hogy az a Nádi Gyula? Biztos? Az a Nádi Gyula, aki annyi emberen segített, aki egy olyan közösségi ember volt. És ahogy elindult ez a szomorú nap, egyre több helyről jött a jelzés, hogy igen, sajnos megtörtént a tragédia. És természetesen én is próbáltam visszaemlékezni, hogy mit is köszönhetek én személy szerint Nádi Gyulának. Aztán elkezdtem azon gondolkozni, hogy a kis környezetem, a családom, a barátaim, a rokonaim, a Felsőzsolcán élők mit köszönhetnek Nádi Gyulának. Én azt gondolom, hogy Felsőzsolcán nincs olyan család, nincs olyan közösség, aki valamilyen formában nem kapcsolódott volna a mögöttem lévő Pokoltsárdához, ami természetesen az évek során összefonódott Nádi Gyula nevével. Számos rendezvény, akár önkormányzati, akár ballagás, akár születésnap, akár esküvők színhelye volt, és szerintem ezzel mindenki így van, hogy amikor ide bejöttünk és Gyula fogadott bennünket, elértünk a mondókánknak a fejéig, és ő már tudta, hogy mit akarunk. És mindig, amikor megkérdeztem, hogy Gyula ezt még lehet-e, hogy ez még belefér, természetesen a válasz az mindig az volt, hogy hát hogy nem. Felsőzsolcán nagyon erős a közösségi élet, és akár a közösségek, akár a civilek mindig bizalommal fordultak Gyulához. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat most, aki kezébe vette azt az ügyet, hogy egy emléktáblát avat azért, hogy köszönetét és hálát fejezze ki a jelenlévőknek és természetesen az utókornak, hogy mennyi mindenben támogatta és segítette őket. De ha körbenézek, akár a futballról, akár a népdalkörökről, ez mind-mind elmondható. Én azt gondolom, hogy méltán kapta meg Nádi Gyula a Pro Urbe díjat, a közösségi díjat, és 2018-ban a díszpolgári címet. Számos esetben képviselte Felsőzsolca város önkormányzatát Külhonban, a testvértelepüléseken, és én is, amikor oda látogattam, akkor mindig olyan elismerően és mindig olyan örömmel beszéltek az ő személyéről és az ő munkásságáról. Én azt gondolom, hogy ez a tábla is, akárhányszor be fogunk ebbe a étterembe, Pokoltsárdába lépni, mindig emlékeztetni fog bennünket arról, hogy volt itt Felsőzsolcán egy olyan közösségi ember, akinek mi nagyon sokat köszönhetünk itt Felsőzsolcán és akár a megyében. De nyilván volt annyira híres a Pokoltsárda, hogy azt is megmerem kockáztatni, hogy az egész országban. Én azt kívánom, hogy ez a tábla hirdesse Gyulának azt a munkásságát, amit itt Felsőzsolcán hagyott, amiért mi köszönetünket és hálánkat fejezzük ki. Őszinte szívvel emlékezzünk az ő személyére. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr, és most a Magyarországgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója, Varga Szimeon képviselő úr következik. Tisztelt polgármester úr, atya, kedves megemlékezők, nehéz hirtelen így megszólalni, főleg itt azon a helyen, ahol tényleg polgármester úr említette két évvel ezelőtt ezt a szörnyű hírt
hallottuk, és szinte el sem tudtuk hinni, hogy mi történt itt. Mi történt Gyulával, és tényleg megrökönyödve álltunk a hír előtt, de sajnos tudomásul kellett lennünk, hogy az úr elszólította őt. Egy kedves barátról, sőt egy személyes barátról is beszélhetek, hiszen ismerettségünk nagyon régóta egymáshoz kötött minket. Éppen most, hogy polgármesterről beszélt, az jutott eszembe, a Felső Zsolt az ászlajára pillantottam, és emlékszem még legelőször Gyulával, amikor találkoztunk, akkor beszélgettünk itt sok mindenről, a bolgárságról, és ő nagyon nagy szeretettel beszélt a bolgárokról, a bolgárokról, a Felső Zsoltán, az itteni dolgokról, és tényleg mindig szívesen segítségünkre jött bármikor is. Hozzáfordultunk, Zsolt, nagyon jó gondolatai is voltak, amit sikerült közösen egybe megvalósítanunk, és a közös együttműködésünk talán első ilyen sportos sikerére, ha emlékszem, hogy annyira örültünk a barátságnak, hogy mind a bolgárság, a bolgárországos önkormányzat segítettük a futballcsapatnak, amerikai futballcsapat, ha jól emlékszem, ő volt az edzője, és egy MESZ-t ajándékoztuk egyből a csapatnak, tehát egy közös olyan barátság alakult ki, ami szerintem még a máig is megmaradt. Nagyon örülök annak a kezdeményezésnek, és örülök annak, hogy a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat épp pont ma Gyulának a születésnapján egy emléktáblát, ami mögöttem majd található, avathatunk és majd szentelhetünk fel. Én úgy gondolom, hogy ez méltó emlék és egy méltó megemlékezés egy olyan barátról, egy olyan talán mondhatom is, hogy városvezetőről, meg itt akár a gasztro kultúra vezetőjéről, főleg nem akármilyen nével, Pokolcsárda néven. Egy olyan megemlékezés, ami bárki, hogyha itt elsétál és ide pillant, akkor tudja és látni fogja azt, hogy egy olyan ember neve áll itt a táblán, aki nagyon sokat tett mind Felső Zsolcáért, mind a bolgár közösségért. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a megemlékezés akár minden évben is meg fog tudni majd történni. A mi segítségünkkel természetesen mindig, és bízom benne abba, hogy polgármester úrral tovább tudunk dolgozni, és akár a Felső Zsolcaiakkal is, hogy a bolgár közösség itt Felső Zsolcán megmaradjon. Köszönöm, hogy meghallgattad. Köszönjük szépen. Felkérem Major Ádámné elnökasszonyt, Varga Szimeon képviselő urat és Szarka Tamás Felső Zsolca város polgármesterét az emléktábla leleplezésére. Thank you.
az Amazing Grace-t hallották Balla Miklós előadásában. Az imént elhangzott zeneszámot magyar szöveggel így éneklik. Ha véget ér az életem, új otthont nyújt az ég. Láncom lehult, szabad vagyok, mert az Úr veszni el nem hagyott. Felkérem Gulyben Tibor esperes parókus urat, szentelje meg az emléktáblát. Köszönöm a lehetőséget. Pokolból a mennyországba. Ezt Gyula megvalósította. Ebben a pokolban mennyország volt. Amit a Földön kell megvalósítanunk, az égben teljesedik be. És reméljük, hogy ő születésnapján és égi születésnapján 2 évvel ezelőtt abban a hazába költözött át, amit mennyországnak nevezünk. Paskai Bíboros úr, amikor szembesült, hogy Felső Zsolcán van pokol, és hogy nem csak benne, hanem bennünk is megfogalmazódott, különösen a feleségem hangsúlyozta ki, hogy nem lehetne megváltoztatni ennek a nevét ennek a csárdának. Szóval már annyira bevezették a köztudatba, hogy ezt nem lehet. És hoztam Paskai Bíboros úrnak a érvelését, azt mondja, van pokol, de nem olyan, ami Felső Zsolcán, hanem mert itt étterem van. A pokol másmilyen. Tehát erre kell figyelnünk, és észrevennünk, és meglátnunk, és az ő gondolatai, amellyel ő is tudatosította mindezt, és szépé, értékessé, a vendéglátás magas színvonalát mutatta be, és látott vendégül gyakran bennünket, másokat is, akik idefordultak, köszönet érte, és emlékét nemzedékről nemzedékre megőrizzük. Ezekkel a gondolatokkal szentelem meg az ő rám emlékeztető emléktáblát, és aki tudja és kérdezik, ki volt ez a Nádi Gyula, mondja el, hogy így érjen és fönnmaradjon az ő emléke nemzedékről nemzedékre. Megáldatik és megszenteltetik ez az emléktábla a Szentlélek kegyelme és a szentelt vízzel való meghintés által. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kérem, helyezzék el az emlékezés virágait. Thank you.
jöttek csak. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív. A mi szívünkhöz közel álló. De nincs már. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint a fán sem nő egyforma két levél, a nagy időn sem lesz hozzá hasonló. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélyben lenn. És futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt. Nem veled, ilyen. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiában, a múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosoly. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy a csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt. És mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt néma szobra. Nem kelti föl se könyv, se szó, se vegyszer, hol volt.